Így karácsonyra, december 24-ére el is készült a falazat lecsupaszítása a festéktől. Ezeket a falfelületeket, tehát azt és azt a falfelületet, azt én kaparáztam le, és itt találtam ugye két darab üreget, meg ott egy kémény üregét, és itt is van egy kémény, hát itt is elég életveszélyes volt a helyzet, mert nézzétek meg, olyan vékony volt itt a vakolat, hogy egyszerűen beszakadt, amikor a festéket lekapartuk róla, úgyhogy ezt is ki kell majd javítanom. Itt is található egy gyönyörű kis kéménynyílás, majd ezzel is kitaláljuk, hogy mi legyen. Ugye én egy szellőzőt szeretnék majd betenni, de ezt még majd átgondolom, tehát lehet, hogy elsőre most ezt is le fogjuk majd dugózni, le fogjuk majd tapasztani. Hát ezt a felületet már nem én készítettem elő, hanem kértem segítséget benne. Én kontrollmániás vagyok, és mindent szeretek éppen ezért magam elvégezni, tehát ez az, amit én tisztítottam le. Nem mondom, itt is vannak benne kisebb bemélyedések, tehát itt is egy kicsit mélyre sikeredett. Tehát ez annyiból gáz csak, hogyha ilyen a felületetek, és ezért érdemes odafigyelni, hogy mondjuk ne a gyerekre bízzátok otthon, aki mondjuk 11-12 éves gyerkőc, és imád ilyeneket kapargatni, mert utána szívás lesz, amikor majd vissza kell javítani. Tehát itt is most egy akkora pukli van benne, úgyhogy valószínűleg ide is majd húzok egy kis vályogvakolatot a mézhabarcs előtt, hogy ne kelljen olyan vastagon fölvinni, mert ez a felület, ez azért gáz lesz. Még az a szerencse, hogy ide egyébként is vakolatot terveztünk, és nem a glettanyaggal lesz majd kijavítva ez a falfelület, és az amúgy se fog itt látszódni, mert itt az infraszauna lesz elhelyezve. Jó, tehát most itt tartok, még ezeket ki kell javítani, hogy ezt is egy kicsit így lefarigcsálom, de most már nagyon szorít az idő, mert 27-én kezdünk neki itt a vakolásnak, és addig ezeket be kell javítanom, és azoknak ki is kellene száradniuk addig, hogy már vakolhatóak legyenek. Úgyhogy lesz itt most bőven feladat, ez egy 2,5 méter x 2 méteres körülbelül 5 négyzetméteres alapterületű helyiség. Ebből lesz most kialakítva ugye egy ideiglenes fürdőszoba, ahova egy zuhanyzót, egy WC-t és egy kézmosót fogunk behelyezni. Már megvettem hozzá egy 10 literes bojlert, igen, kapaszkodjatok meg az asztal sarkában, mert 10 literes bojler lesz itt, ami 2 kW-os fűtőszállal rendelkezik. 50 literes szerettem volna, ugye az van a korábbi zuhanyzónknál is bőven elég, tehát ketten is, sőt hárman is le lehet zuhanyozni ebből, hiszen azonnal utána fűt, mert vagy a napelemről, vagy a hálózatból nappali árammal fűtjük, és ez nem okozott soha gondot. Most is ilyen téli időszakban, és amikor ilyen ködös idő van, akkor is annyi áram bejön a napelemekből, hogy ezt fel tudjam fűteni. Tehát ez a 10 literes boiler kerül majd be, ez is egy érdekesség lesz. Egy önálló zuhanykabin, amit nem én fogok összeszerelni, tehát igyekszem mindent kiszervezni és félretenni ezt a Control Freak-nek nevezett, azaz Control Mániámat, és átadni másoknak is a stafétát, hogy mások is tudjanak érvényesülni. Jó, ezért Tamás barátom fogja majd vakolni ezt a részt, nem én fogom gettelni és levakolni, ő burkoló, úgyhogy őt jó szívvel ajánlom is nektek, hogyha szükségetek van itt Mezőkövest környékén burkolóra, de szerintem akár Budapestig is szívesen elmegy. Jó, tehát itt tartunk most, úgyhogy most következik az, hogy jó szalmás vályogos keveréket, tehát most gyári vályogvakolatot fogok bekeverni, mert az a legegyszerűbb, és azzal fogom kijavítani azt a hatalmas üreget, ami ott van. Megfordult a fejembe, hogy kifújjon purhabbal, mert azzal sokkal tökéletesebb lenne egyébként, meg sokkal jobb lenne a hőszigetező képessége is, na de ha ezt meglátnátok nálam, akkor biztos, hogy a kardotokba dőlnétek. Jogosan, tehát azért a purhab és a vályog az nem igazán kompatibilisek egymásra, vagy nem egy kategória, mondhatjuk. Biztos vagyok benne, hogy ebből is lehetne egy jó kis kommentháború, hogy legyen-e purhabba kitöltve, vagy ne legyen, de tényleg maradjunk akkor a jó szalmás vályognál, annak is elég jó hőszigetelő képessége, csak nagyon-nagyon sok szalmát fogok beletenni pont azért, hogy itt most a hőszigetelés a lényeg. Statikai szempontból sok szerepe nincs, mert ezt eleve így építették meg, hogy ez itt csak itt bele volt tolva, tehát ez itt egy üreg volt, amint látjátok, tehát hogyha eddig nem repett meg a fal, akkor ezután sem fog. Még a raktárhelyiségem felújításából maradt egy kis levitalém vályogvakolatom, gyári vályogvakolatom, most ezt fogom bekeverni ezzel a kevés vízzel, sőt lehet, hogy még egy kis vizet ki is veszek belőle, mert még lehet, hogy ez is sok lesz. Szeretem ezt az anyagot, mert nagyon szép színe van, ilyen csokoládé vagy cappuccino inkább. Most így kézzel fogom bekeverni,
mehet is bele a törek. Most búzatöreket fogok beletenni. Elméletileg van itt az olyan, ami rövidebb szárú. Szeretném kerülni a hosszabb szálakat. Ezt Molnár Péter barátomtól hoztam, a Kovács mestertől. Géppel, de traktoros géppel csépelték, nem alkalmazzák a új modern módszereket. A hosszabb szálakat azt kiveszem belőle, csak az ilyen rövidebb szálakat hagyom benne. Itt mindegy, mert a tégla közé megy. Ez is felvesz majd valamennyi anyagot. Ugye az lenne a kívánatos, hogy egy napig áztassam, hogy az ebben benne lévő anyagok, kötőanyagok is bele tudjanak oldódni. Hát erre most sajnos nincs idő, úgyhogy csak néhány órát tudom áztatni, és utána fogom felhasználni. Ez egy tényleg jó szalmás anyag lesz. Nem, még mák is van benne, vagy mi ez? Pipacs. Szépen felszívja a benne lévő nedvességet, de mindig kevés. Tehát legalább egy olyan 30%-nyi töreket fogok hozzátenni. Ugyanilyen töreket látunk egyébként az én mostani vakolatomban is. Ez már hosszú. Ezek mennek a kazánba. Most ugye nem veszem az élő a fűnyírót, hogy ezeket össze trancsírozzam. Tehát a hosszabb szálakat, azokat kiveszem. Viszont a cséplőgép az nagyon-nagyon jó munkát végzett, és jól összedarabolta, és már kellőképpen ki van száradva is. Ilyen szép kék virágokat is látunk benne. És itt mutatom is nektek, tehát ebben is ugyanilyen kis törek van, tehát ami a falon van. És közben tesztelem a jó kis fejlámpámat is. Már eddig több mint egy óránál járok, és még simán bírja. Most azt tesztem, meddig bírja ez a 3,7 voltos kis egy darab akucella. És ide kell majd beaplikálnunk. Hú, van itt minden. Igen. Gyönyörű, szép anyag. Nagyon tetszik. Egy picit állni hagyom, aztán bedolgozzuk. Fontos, hogy az előkészítés során jól portalanítsuk a felületünket. Ehhez mondjuk egy ilyen kis kefe az jó szolgálatot tehet, és egészen addig, amíg ilyen kemény felületet nem kapunk. Ha mindezekkel megvagyunk, akkor nagyon alaposan be kell nedvesítenünk a felületet. Szinte folyjon rajta a víz. Ilyenkor kifényesedik, és amikor elkezd bemattolni, mint most, na most kell szépen bedolgozni az anyagot. És ezt legegyszerűbb így kézzel bedolgozni. És mint a pizzát, így oldalra szépen, jó erősen eldolgozzuk. Betömködjük a legkisebb lukakat is, és utána majd a vakolat eltünteti a maradék részt. Na, el van tüntetve a lyuk.